Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Hol állunk? Ja! Hát, mindjárt lesz ez is, nagyszerű. Vagy nem. Ezt már begyűjtik. Ja, hogy nincsen kiadva, hogy ide. Mondom ide. Jöhet. Azt hiszem, hogy itt. Remek hír. És a magok miért nem maximummal vannak? Akkor valahol találtunk új mag típust. Tehát pincsa, peper és egyéb csodák. No. Ah, már emlékszem, itt volt egy neutrónium csík. Meg itt próbálunk bejutni a hideghez. Minden előnyével. Igazából ez így mehet. Ott átérnek mind a háromhoz, majd nagyszerű. Mennyivel kibővítjük. Ezt az utolsót inkább nem bonyítanám le, és akkor jó eséllyel. De valószínűleg kell. Na majd meglátjuk, hogy hol. Azzal ezeket elérjük, nagyszerű. Aztán majd meglátjuk, hogy mi van. Már túlterheltük? Remek. Ja, hát ott nyilván. Ott nem is kérdés, hogy túlterhelve van. Ott az a folyamat része a rendszernek, sajnos. Vagy hát, na bum. Nem lehet elkerülni. Smart batteries. A smart batteries kell mi hamarabb. Meg az egyszerűbb automatizáció. Kapuk nem kellenek, ezek igen. Oh. És ezek szerint nem sikerült befejezni. Ez jó lenne, itt egy kicsit feltakarítanák. Nem szubprioritást kértem. Bár előbb-utóbb az is kell majd. Nem is lesz elég ez a tároló kapacitás. Parampampamp. Ha, mondjuk a hidrogén az még a legkisebb probléma. No. És megérkezett az első finomítottad fémünk.
Na. Remek. Akkor talán megoldódik a maradék arany drót problémája. Refined metal, gold, 9. És bizony szállítgassák be, akár 100 kilónként. Kellett egy algát kijelölnöm. Hogy volt itt alga? Vagy éppen hozott egy algát és azt tudtuk kijelölni? Zseniális. No. Tizenhét tonna abisszalátunk van, az egy remek hír. Food shortage. Wow. Jobmastered, gopher. Vagy gopher, ha úgy jobban tetszik. Bert, te lesz az első kurier. Valóban nincs tömegesen kaja. Messze nincs annyira tömegesen kaja, mint szeretnénk. Valóban messze nincs annyi kaja, mint szeretnénk. Edible. 7. Azért ez egy relatív fontos, hogy tárolják ott, mert remélhetőleg az aranyat szépen elhozzák elég hamar. Van. Annyi van, amennyit kijelöltünk. Oda. De a minőségűbb kajákat fogjuk majd tárolni. Nyolcassa. És akkor nyilván megkezdjük a nem csekély méretű átalakítását az ügyeknek. Valamint akkor kell egy ranch, mert menet közben lett egy potenciális rendszerünk. Critter drop-off. Critter feeder. És mindegyikben egy-egy grooming station. Open, open, open. Mekkora ennek a mérete, fogalmam sincs.
No, Job Mustard, Research Assistant. Na sajnos abból biztosan nem fogsz tudni előrébb jutni. Az nem fér bele senkinek a keretébe. General Engineer Camille, vagy Catalina. Hát ezekkel sehova nem állunk a 42. ciklusban. Nem is nagyon fogunk. Nem neutrónium, sajnos. Itt van egy klór. Hát azzal aztán előrébb vagyunk. Meglátjuk. Kutatás befejezve. És elértük ezzel a smart batterit, az mondjuk hasznos info. Orvosi cumók nem annyira. Distillation az mondjuk kellhet. És utána a levegő program az, amit futunk majd, mert ki tudja, hogy meddig és mennyi kell. És elemi automatizáció. Kábel A-ból B-be. Hát ez azonnalra kell. Mert enélkül üresen jár ez a generátor, ami nem túl egészséges. Tön-tön-tön-tön. Oké, és automatizáció. Mindjárt előrébb vagyunk. Egy kis kultúrával. Kutatás. Nyilván alapkutatásokat száguldják. Kaja. Valódi probléma ez a kaja hiány? Vagy csak problémáznak? Picit szűkebb azt hiszem a folyosó, mint volt. De elvileg itt... úgy látom, tényleg hiányos. Úgy látom, tényleg hiányos. Meglepő. No. Pff,
ezt a egyenes vonalat, amit itt sikerült lehúzni. Na hát akkor ennyivel kiegészítjük a kajatermelést. Annak érdekében, hogy meglegyen a kellő mennyiség. Hogy állunk szénből? 7 tonna, nem sok. Fú, gyerekek. Homokkőből is végtelen van, de sedimentary rockból van igazán sok. Oké. Mennyi fér bele egy-egy ilyen tárolóba? Mutatja, jelzi? Nem. Akkor mondjuk 5. Critter. Hatch jöhet. Na, és akkor 15 bogyókát itt összeszedünk. Többit megszedjük föl, bárhol is találjuk őket. Nagyon aranyosak, de legyenek a tárolóba. Na, azért küzdenek az elfogásukért. És dobozba juttatásukért. Kajálót teletöltötték, oké. Jó hír. No és akkor kajatárolás, vagy kajagyártás inkább. Bár úgy látom elég kaja van, csak problémáznak, hogy most mi van. Mert úgy határán vagyunk a kajának, nem pedig túlzásban, mint ideális esetben lennénk. De hát ez van. Sok kis elfogandó nyavaja. Kaja sortén, kaja hiány, mert mit tudom én, úgy döntöttek, hogy hiány van.
Hát akkor, hogy elejöttél, az nekünk megfelel. No. Most akkor vadászunk. Hatalmas mező, de semmi nincs benne, ha jól látom. Meglepő. Hát nem túl sok ilyen víz vagy egyéb forrást találtunk eddig. Újabb hideg zóna. Nem egy szimpatikus terep. Ez szén. Hogy azt majd meglátjuk, mi lesz. Kicsit meghajtjuk. Oké, okay, az ott nem folyik ki. Majd, na, hosszú távon nyugodtan az egészet áthúzhatjuk, de az igazából ráér Job Mastert. Ó, befejezte a gofergodást valaki még. Research Assistant. És Katalina, te honnan jöttél? Akkor, na mindegy. Liam. Mindegy. Egy esetet nem, jó, nem év volt az, akit elloptunk. Erre az kellemetlen lett volna, ha pont őt vesszük ki. Itt némi homoktalanítás lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy itt mit találunk. Óvatos furkászás keretében. Amennyire lehetünk óvatosak. Egy ilyen akció keretében. Nem egy gyors tempójú folyamat ez a létreépítés itt. De hát majd meglátjuk. No, befejezték, befejezték. Az jó hír, akkor alapvető gázvezeték és vidéke. Akkor az alapkutatásokat igen jó tempóba tekerik le, ami örömteli. Aztán nyilván lassan nekiállunk a szuper nehéz problémáknak, amikkel aztán hosszan küzdünk. Szegény paku szennyvízben fürödhet, de lehet, hogy azt élvezi. No, milyen a kedvetek? Boldogok vagytok? Akkor ez az öt, ez még belefér.
Jó. Haladgatunk. Oké, hogy egy-egy létre darabka, de azért ennél gyorsabban szoktak ezekkel haladni. És boldogabb lennék, ha egyébként gyorsabbak lennének. De hát ez van. No. Melyik lesz a sikeres létránk? Fogalmunk sincs. Középső biztos nem. Takarítsuk el az egészet. Úgy illik. Szegény össze van kötözve és nem cipelik el. Ó, oh, hello ajtó. Na mikor jön, mikor nem jön. Na mindegy. Kaja hiány. Na most tényleg kaja hiány van már, de szerencsére ez egész jól áll. Legfeljebb egy napig szenvednek. De jössz, igen. És... ez jó. Rummage. Na, találtunk két Nezis jutot. Na, kettőjüknek kiadtuk a megfelelő rucikat. Ez íb esetében fontos, hogy ugye 12-re megy. És így 10-en 1-en áldogál. Ruha miatt viszonylag szép környezetet talál. Dekor. Ezek szerint ezt is ki kell takarítani. Kutatás újra elkészült valami. Nulla kaja. Kemény. Nem állunk jól. Mondjuk ezt mindjárt elkészül itt egy napi kaja. Vagy fél napi.
ültetés sorrendjében aktiválódnak. Mindenki nagyon lelkesen dolgozik rajuk, persze, mert ebből van kajájuk, és éhes mindenki. Kicsit szorosra vettük akkor a kajakészleteket. Szorosabbra, mint kéne. Éhezés! De jó hír, Bert, van kaja. Mehetsz, ehetsz. Keleténél szorosabbra vágtuk. Sokkal szorosabbra vágtuk. Azt megmondhatom. Ezt a kajakészletet szorosabbra vágtuk, mint kellene, illene, célszerű. No, hát lassan összekapkodjuk itt a különféle hercseket. Még itt van egy, meg egy tojás, itt egy extra tojás. Alul egy tojás, meg kettő még. Az nem kevés. Ez három, meg három tojás. Épp hogy van ennyi helyünk. De hát ez van. Legalább lesz széntermelés, ami mondjuk lassan igény. Lassan szükséges. No, és itt a vízforrásunk, közben megtaláltuk, remek hír, nincs is olyan messze, mint gondoltuk volna, bár nem is közel van. Valószínűleg innen fogjuk kivezetni, és akkor valahol itt lesz maga az oxigéntermelés. Jobmastered art student. A ketten is azt már elkészítették. Méri és Meep. Kissé elhanyagoltuk ezt a ügyet. De azt hiszem ez picit jogos, mert ez itt a fontos, hogy mit találunk, talán még elásunk időben oda, hogy a mai nap meg legyen a másik gejzir is. Mert a szuperkritikus víz az megvan, végre, szerencsére. Jó forrás ez egyébként. 4 kiló, picit több, mint fele tempóba, tehát 2 kiló fölött van a aktiválás után, dormancit majd meglátjuk. De akkor valószínűleg a folyamatos 1 litert azt azért tudja adni nekünk, amire szükségünk van.
Na, utolsó két-három bányászat. Vízgejzír. Kilencven fokos víz. Na, teljesen jó, 7 liter víz. Azt kiváló. Szigetelő. Itt kutatsz, teljesen mindegy, mi az, nem olyan fontos, nekünk kell a szigetelt. Sumó. Hol bujkál a szigetelt? Itt. No. Akkor van egy víz, meg egy cool steam, hideg gőz forrásunk egyszerre. Gyakorlatilag a végtelen víz és egyéb forrásaink vannak. Kiváló. És aztán felére nincs elég. No, folytatjuk. Van egy vízforrás, meg egy gőzforrás. Víz és oxigén problémáink megoldva. Folytatjuk.